penészes kenyeret és romlott felvágottat kapott reggelire a Szent János Kórház gasztroenterológiai osztályának egyik betege, írja a Magyar Hang egy hozzátartozó panasza alapján. A konkrét ügyben vizsgálat indult, de az biztos, hogy nagyon sok a panasz a kórházi étkeztetésre. A kórházakban kezelt betegeknek adott étel mennyisége, de legfőképpen a minősége hosszú évek óta visszatérő téma. A Magyar Hang írta meg, hogy egy zárt Facebook csoportban valaki fényképet tett közzé arról, hogy a Szent János Kórház gasztroenterológiai osztályán ezt a penészes kenyeret kapta reggelire az édesanyja. A kenyérhez felvágott is járt, ami romlott lehetett, mert utána az édesanyja hányt, és egész délelőtt nagyon fájt a hasa. Mint írja, a felháborító esetet jelezte a kórháznak, az ügyben vizsgálatot indítottak. Az egészségügyi szakértő szerint a konkrét ügy a penészes kenyérrel azért különösen aggasztó, mert a gasztroenterológiai osztályon olyan betegeket kezelnek, akiknek súlyos emésztőrendszeri problémáik vannak. Ebben az esetben vagy valakinek a hibája volt, egyéni hiba, figyelmetlenség, nem törődömség, vagy a súlyosabb eset, hogy technológiai hiba. Ennek nem volna szabad természetesen előfordulnia. Az már egy másik probléma, hogy a kórházak anyagi helyzete rendkívül szegényes étkezést tesz lehetővé. Síralmas, hogy milyen élelmiszert adnak általában a betegeknek a kórházban. A DK úgy látja, akkora a pénzhiány a kórházakban az infláció és az élelmiszer drágulás miatt, hogy már a betegek élelmezését sem tudják megoldani. A magyar betegek helyett Orbán Viktor és minisztertársai érdemelnek penészes menüt a Karmelita Kolostorban, hiszen 13 év alatt ők tették tönkre a magyar kórházakat. A magyar betegek nap mint nap szembesülnek azzal, hogy hiába fizették éveken, évtizedeken keresztül az adókat és járulékokat, még friss kenyeret sem képesek eléjük rakni a pénzelvonástól és az Orbán inflációtól szenvedő kórházak. Kerestük az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház sajtóosztályát. Válaszukban azt írták, hogy a panasz kivizsgálását megkezdték. Hozzátették, hogy a kiosztásra kerülő élelem minden esetben ellenőrzött minőségű, a kórház dolgozói penészes, megromlott ételt nem osztanak ki, és az osztályon fekvő betegek egyike sem panaszkodott rosszul létre. Mint írják, az elmúlt 3 évben beteg vagy hozzátartozó részéről nem érkezett élelmezéssel kapcsolatos írásos panasz.